A járványügyi adatok javulnak, és a szennyvíz adatok is azt támasztják alá, hogy a legtöbb városban csökken a koronavírus koncentrációja. Ilyen város Kecskemét is. A 16. héten országosan jelentős mértékű csökkenés figyelhető meg a szennyvíz koronavírus örökítő anyag koncentrációjában. Területi eltérések továbbra is tapasztalhatóak, emelkedés azonban már csak Debrecenben figyelhető meg. Kecskeméten a szennyvíz koncentráció mérsékelt, a tendencia pedig stagnál. A kedvező tendencia ellenére fontos az elővigyázatosság és a hatályos járványügyi szabályok pontos betartása egy újabb fertőzés hullám megelőzése érdekében. Olvasható a Nemzeti Népegészségügyi Központ weboldalán.